Elfogták a pengés rémet. Vámkommandó a Dunán. $15 milliós váltságdíj. Gyorsabban autózhatunk? Elfogták a pengés rémet. Talán nézőink közül még sokan emlékeznek arra a gyilkosság sorozatra, amely heteken át rettegésben tartotta a fővárosi prostituáltakat. Mint ismeretes, 2000 májusában Budapesten a rendőrök 4 meggyilkolt örömlány holttestére bukkantak. A nyomozás során a gyanú a lányok egyik kliensére, egy ukrán férfira terelődött. A nyomozóknak 10 nap alatt sikerült a tettest elfogniuk, ebben segített a hívástista, amit rögzítettek a lakásban, és hát személyi és tárgyi bizonyítékokat is aztán sikerült beszerezni ebben az ügyben. A gyanúsított beismerő vallomást is tett, amelyben hát elmondta, hogy ő követte el a bűncselekményt. Nagyon nyomos okot erre nem tudott adni. Az egyik prostituáltként dolgozó hölgyel valamilyen érzelmi kapcsolatba került, és amikor ez hát nem viszonozta a hölgy, akkor hát követte el a bűncselekményt. Az elkövető vallomása ellenére sokáig tartotta magát az az elképzelés, hogy a másik két örömlány haláláért is az ukrán a felelős. A nyomozók valóban arra gondoltak, hogy egy elkövető követte el mind a négy bűncselekményt, de aztán DNS vizsgálattal és egyéb szakértő vizsgálatok is ki lehetett zárni azt, hogy az ukrán állampolgár követte volna el a másik két esetet is. Újabb fejleményekre azonban csaknem egy évet kellett várni. A múlt hét folyamán a 11. kerületi Regős utcában megölt két nő tettese is kézre került. A Pesti rendőrségi kapitányság egy tartozásnak volt a hétvégén, hatályban és a tekintetben, amit az elmúlt év produkált. Az elmúlt év produktumában ugye 4 prostituált sérelmére követtek el ismert elkövető emberölést. Ebből 2 még az elmúlt év időszakában, nyári hónapokban beazonosítást nyert, és ismert volt a nyilvánosság előtt is. 2-vel viszont még arról volt a budapesti rendőrfőkapitányság. Hát így az elmúlt időszak igazolta azt, hogy valójában a 4 ügy elkövetője azonos, hanem külön elkövetőket kell keresünk. Az elfogás körülményei semmi rendkívüli helyzetet nem teremtettek, nem állt ellen, gyakorlatilag már az elfogás pillanatát követően tisztában volt azzal, hogy miért keresték a nyomozó, és valójában utalást tett akkor arra, hogy tudja, miről van szó, és kész együttműködni, kész partnerként a rendőrség kérdéseire választ adni. A pengés rémként elhíresült és egyéb iránt szobafestőként dolgozó úriembert az áldozatok vendégkörének feltérképezése, illetve DNS vizsgálatok segítségével fogták el. Bekerülni könnyű, kikerülni nehéz. Nyilvántartásba könnyű belekerülni, ám annál nehezebb kikerülni belőle. A BM a jogerősen elítélteket és a kényszerintézkedés hatálya alatt állókat minimum 3 évig tartja nyilván, de nem csak róluk vezetnek nyilvántartást. A harmadik bűnügyi nyilvántartás a büntető eljárás alatt állóknak a nyilvántartása. Ebben a nyilvántartásban a terheltként, illetőleg vádlottként büntető eljárás alá vont személyeket vesszük föl. Ahhoz, hogy valakiből gyanúsított legyen, a büntető eljárásunk szerint az alapos gyanú fennállása szükséges. Az, hogy az alapos gyanú miben különbözik az úgynevezett egyszerű gyanútól, annak megítélése a nyomozó hatóság feladata, és egy igen nehéz kérdés. Minden esetre védői álláspontom ezzel kapcsolatosan az, hogy ne a szerint gyanúsítsanak meg valakit egy bűncselekmény elkövetésével, hogy éppen valamikor egy meghatározott helyen tartózkodott, ott járt. Erre szokták azt mondani, hogy rossz kor volt, rossz helyen volt, és rossz időben, rossz időpontban, hanem egyéb konkrét adatok támasszák alá mondjuk azt, hogy ő a gyanúsításban szereplő bűncselekményt az alapos gyanú szintjén megvalósíthatta. Abban az esetben, hogyha a bíróság elítélte őket, akkor átkerülnek adataik
a büntettesek nyilvántartásába, abban az esetben pedig, ha bebizonyosodik az eljárás során az ártatlanságok, akkor értelemszerűen azonnal töröljük őket ebből a nyilvántartásból. A gyanúsítottak, illetve az elítélteknek nem csak új lenyomatát, fényképét őrzik, hanem az azonosításra minden eddiginél nagyobb pontossággal alkalmas DNS mintáját is. A DNS vizsgálatok rendkívüli előnye, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy milyen típusú minta áll rendelkezésre. A törvény meghatározza, hogy hogyan és milyen módon, illetve milyen típusú mintákat kell biztosítani a gyanúsítottaktól, ezeket milyen eljárással kell levizsgálni, illetve arra is kiterjed a törvény, illetve a vonatkozó rendeletek, hogy mi történjék ezekkel a mintákkal. Ez azt jelenti, hogy a kettős mintavételt követően az egyik minta vizsgálatra kerül, a másik mintát pedig későbbi megerősítő vizsgálatokig mélyfagyasztó hűtőkben tároljuk, ez akár több évet is jelent, mindaddig, amíg esetleg szükségünk lehet rá. Talán a legfrissebb nyilvántartásnak mondható ez, a DNS profilok nyilvántartása. Ez a nyilvántartás csak meghatározott bűncselekményeknek, az elkövetőinek az adatait tartalmazza. Hát ilyen meghatározott bűncselekménytől tulajdonképpen az 5 év feletti büntetési tétellel fenyegetett szándékos bűncselekmény, de a szervezett bűnözés körébe tartozó bűncselekmények, a nem erkölcs ellen elkövetett bűncselekmények is ebbe a kategóriába tartoznak, illetőleg ebbe a nyilvántartásba is bekerülnek az érintett személy DNS profil adatai. Látványos bemutatók, érdekes programok, ízletes finomságok tették igazi családi programmá az idei jubileumi rendőrnapot. A rendőrség az ismert anyagi, technikai, esetenként emberséget próbára tévő nehézségek ellenére alapvetően biztosította és számos területen javította a főváros közrendjét, mondta dr. Kökényesi Antal főkapitány. A BRFK jelentős eredményeket ért el tavaly a gépkocsi lopások elleni küzdelemben. Az év rendőre kitüntetést parancsnoki kategóriában Pál József alezredes, a szervezet és gépjármű bűnözés elleni osztályvezetője kapta. Dúlnak bennem az érzelmek, érzem, hogy annak a gárdának köszönhetem, amelyeket irányítom, illetve velük vagyok, mint parancsnok. Ez a gepárd csoport, én úgy gondolom, hogy a múlt évben nagyon sokat tett a közbiztonságáért, az állampolgárokért, az ellopott autók visszahozásáért, az elkövetők elfogásáért, és ezek a céljaink továbbra is. Tehát teljes messzereséget dolgozunk, jelen pillanatban is egy akciót hajtunk végre, így ünnepnap alkalmából. Április 23-án két férfi kirabolta a Kartali postahivatalt. A két 18 év körüli állarcos férfi egy fehér Lada 1300-as típusú személygépkocsival menekült el a helyszínről. A rendőrség nem sokkal később fenyőharasztin talált rá a rablás során használt autóra. A már megszokott biztonsági intézkedések közepette szállították Tasnádi Pértet a bíróságra, ahol a tanúk meghallgatásával folytatódott az év perének kikiáltott bírósági eljárás. A múlt héten felborult egy kis repülőgépet szállított teherautó az M0-ás körgyűrűn. Személyi sérülés nem történt, a forgalom viszont órákra megbénult. Az eddigi vizsgálat szerint a repülőgépet a szél sodorta le a járműről. Védőszentjük Szent Flórián napján sem tétlenkedtek a tűzoltók. Budapest 19. kerületében egy konténerben 20 cm-es repeszgránátot találtak. A tűzoltóság biztosította a gránát robbantását. Robbantás! A harmadik kerület Vörösvári úton egy személygépkocsi balra akart kanyarodni, és összeütközött az egyes villamossal. A személygépkocsi utasait súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A Nagytétény Diósdi vasúti átjárónál a tilosban akart áthaladni egy Renault típusú személygépkocsi. Az érkező gyorsvonat ketté törte az autót, vezetője a helyszínen életét vesztette. Csütörtök délután Budapest 13. kerületében egy lakóház lépcsőfordulójában holtan találtak egy 22 éves budapesti férfit. A holttest mellett talált anyagmaradványok és fecskendő alapján valószínűleg kábítószer túladagolás vezetett a tragédiához.
Kézigránát robbant csütörtökön késő este egy budaörsi úton lévő autókereskedésben. A detonáció következtében 11 gépkocsi megrongálódott, személyi sérülés nem történt. Gyorsabban autózhatunk? A KRESZ módosítását több szempont tette indokoltá. Az egyik az EU normákhoz való csatlakozás, a különböző gépjármű kategóriák és a biztonság tekintetében. Nyilván a biztonságra való törekvés, mind nagyobb biztonság a közlekedésben. Ezen túlmenően pedig a mozgáskorlátozottak közlekedésének és parkolásának megkönnyítése is egy nagyon fontos szempont volt a KRESZ módosításnál. Meg hát bevezetésre került néhány apróbb dolog is, mondjuk hólánc. A kötelező a biztonsági öv használata lakott területen belül is, most már a hátsó ülésen is. A másik a biztonsági gyermekülés kérdése, ami nagyon fontos dolog. A 12 év alatti és 150 centinél nem alacsonyabb gyermekeknél kötelező lesz a biztonsági gyermekülés használata, illetve itt vannak azért könnyítések, hogyha a biztonsági övvel biztonságosan be lehet kötni a hátsó ülésben a gyermeket, akkor nem lesz kötelező a gyermekülés. Biztonsági öv használatának kötelezettsége alól van néhány felmentés. A taxi gépkocsi vezető a taxi üzemmódban utast szállít, hangsúlyozom, ha utast szállít, akkor nem köteles bekötni a biztonsági övét, egyéb esetekben igen. És hát nem lesz kötelező a biztonságért természetesen a mentőautóban és tolatáskor. A rendőröknek kötelező a biztonságért használata, ugyanúgy, mint bárki másnak, de nem csak a rendőrök voltak korábban kivételek, hanem általában a fegyveres erők és rendvédelmi szerveknek a gépkocsijaiban nem kellett bekötni a biztonságért. Én örülök neki, hogy ezt a szabályt megszüntették. Mozgáskorlátozottak parkolásának, illetve behajtásának további feltételei is könnyebbettek. Példaként mondanám, hogy a korlátozott várakozási övezetben, ahol díjat kéne fizetni a parkolásért, ott a mozgáskorlátozottaknak, illetve az ötszállító gépkocsiknak nem lesz kötelező fizetni a parkolási díjat. A sebességhatár változása az nem jelenti majd azt, hogy a gyorshajtásból több baleset lesz, mert ez nem kötelező. Autópályán 130-al menni, csak a lehetősége adatott meg ennek. Agyonverték az idős asszonyt. Brutális gyilkosság nyomaira bukkantak a rendőrök múlt hét vasárnap a 17. kerület Kopolyai utca egyik házában. A helyszíni szemle során kiderült, hogy a ház tulajdonosát, egy idős, 74 éves asszonyt támadója vagy támadói saját szobájában vertek agyon. 22-én délután a szomszédok találták meg. Az elkövetők annyira súlyosan bántalmazták a sértetet, hogy ez belehalt a sérüléseiben. A nyomozás jelenlegi állásáról lehetett tudni valamit? Van-e esetleg egy olyan nyom, ami már elindultak a nyomozók? Természetesen felderítés alatt van a lényeg a kapcsolatrendszere, mivel készpénz tűnt el a lakásból, ezért fel kell térképezni azt a kapcsolatot, hogy ki tudhatta azt, hogy az idős hölgynél milyen mennyiségű készpénz található. A hölgyről egyelőre keveset tudni. A szomszédok elmondása alapján az idős hölgy régóta egyedül lakott a lakásában, nem is nagyon látogatta őt senki. A házat az elkövetők értékeket keresve felforgatták, így feltehetőleg rablógyilkosság történt. A nyomozás adásunk ideje alatt is tart. Mezőgazdásznak tanult. A sorkatonai szolgálat végén nagy szerelme, a foci helyett a tiszti iskolát választotta. Az élet azonban közbeszólt, így lett katonából rendőr. A rendőrtiszti főiskola elvégzése után a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, majd a 2 éves vezérkari tanfolyamon bővítette ismereteit. Zimán Ferenc dandártábornok majd 30 évet töltött a készenléti rendőrségnél, melynek 1998 óta parancsnoka. Amikor már rendkívül események vannak, amikor nagyobb tömegben jelentkeznek olyan helyzetek, amikor nagyobb létszámú rendőri erőt kell bevetni ahhoz, hogy a törvényes rend helyreálljon, a készéti rendőrségnek egyik alapvető feladata ez. A készéti rendőrség szervezetében dolgozik a terrorelhárító szolgálat, a tűzszerész szolgálat, a légirendészeti parancsnokság és még más egyéb olyan speciális szolgálati feladatok és szervezetek működnek itt, ami máshol nincs. Nekem mindegyik szolgálat egyformán kedvencem, és nagyon nagy tisztelettel vagyok mindegyik szolgálati tevékenységű, szolgálati szervezetnél dolgozó rendőreim iránt. Szolgálatok közül a terrorelhárító szolgálat vezetését kívánom legkevésbé. Hál' Istennek, hogy hosszú ideje terrorcselekmény mentek. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy
minden egyes munkatársam nagyon keményen és nagyon becsületesen készül a kiképzési feladatok során arra, ha ilyen után bekövetkezne, akkor a rendőrség megállja a helyét. Az én munkatársaim 80%-a vidékről jár be. Az a munka, ami itt folyik, és követelmény rendszerként, amit megkövetelünk minden egyes munkatársunktól, ez viszont nagyon sok energiát, sok fáradtságot, sok lemondást követel, és aki itt 3-4 évet lehúz a készíti rendőrségnél, az vágyik a hazai környezetbe vissza. Ez nem veszteség az ország rendőrsége számára, ha tőlünk a rendőrök elmennek, hiszen ezzel a megyei területi rendőri szerveket erősítjük, kiképzett, felkészített rendőrökkel. Mindig megkapom azt a bírálatot, hogy szigorú a tekintetem, a mondandóm racionális, következetes vagyok nagyon sok területen, és lazíthatnék egy picit, de hát a 30 év lerakódásai, és hát a kemény szolgálati feladatok, a kemény helytállás nyilvánvaló az ember jellemét is befolyásolja, és hát engem így befolyásolt, amilyen vagyok. Most már a gyermekeim, idézőjelben mondom, most már korosak, hiszen a lányom 29 éves, a fiam pedig 27 éves. Gyermekkorukban nem nagyon volt szimpatikus számukra ez a hivatás, hiszen csak azt látták, hogy korán megyek otthonról el, és későn érkezem haza, vagy egyáltalán nem érkezem haza, csak napok után. Természetesen a gyerekek számára ez nem volt szimpatikus. Későbbiek folyamán a fiam szimpatizált ezzel a pályával, bár nem rendőr lett, hanem a határőrséghez szegődött el. Hát a zene addig tartott, amíg a technikum, tehát egy 4 éves folyamat volt, illetve hát egy picit tovább, hiszen az érettségi után azonnal behívót kaptam a katonasághoz, és az újonc kiképzés alatt indult az akkori 66-os évi Ki mit tud, és a katona zenekar, amiben én is szaxofonoztam, az a középdüntéig jutott el. Korai gyerekkori hobbi, gyakorlatilag 12 éves korom óta foglalkozom ezzel a dologgal. Hozzá szeretném tenni, hogy az édesapám és az édesanyám is nagyon-nagyon jól tudtak és tudnak főzni, és hát mint kíváncsiskodó gyerek azért ott settengettem a konyha környékén, amikor ők varázsolták elő a finomabb ételeket, és valahogy rám ragadt. Általában a magyaros ételek a kedvenc ételeim, meg is látszik rajtam egyébként. Nincsenek különleges vágyaim, biztosítva van számomra a háttér, a hátország, ahogy szokták mondani, egy ilyen kemény tember próbáló feladathoz. Nagyon sokat vállalnak, akikkel együtt élek ebből a teherből. Bátorítanak és biztosítják azokat a feltételeket, hogy minden görcsölés nélkül, szabadon úgy végezhessem a munkámat, ahogy én ezt célul tűztem ki. Nyitnak a titkos szolgálatok. Sikerfilmek és szándékosan táplált mitoszok nyugaton. Európa keleti felében titokzatosság és rossz emlékek fűződnek a titkos szolgálatokhoz. Munkájuk természetesen nem minden részében tartozik a nyilvánosságra, de átlátható működésük segít a rossz emlékek elfelejtésében. A magyar titkos szolgálatok az elmúlt években előnyükre veszítettek titokzatosságukból. Valóban eddig az volt a gyakorlat, hogy ezek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok bizony kevés életjelt adtak magukról, nem lehetett tudni pontosan, hogy mit csinálnak. Jelentős változás volt 1996-ban a nemzetbiztonsági törvény elfogadása és hatályba lépése, ami már a feladatokat törvénybe rögzíti, és 98 óta, tehát az Orbán kormány hivatalba lépése óta mi azon fáradozunk, hogy a munkáknak azt a részét, amit lehet, megmutassuk a magyar társadalomnak, hogy látható legyen, hogy mik azok a feladatok, amiket végzünk, és milyen eredménnyel tudjuk ezeket megoldani. Tehát nekünk az a, már talán úgy mondanám, kialakult gyakorlatunk, hogy minden évben egy alkalommal a Nemzetbiztonsági Hivatal számba veszi azokat az elért eredményeket, megoldott feladatokat, amik az elmúlt évben általánosan jellemzőek, és egy évkönyv formájában mindig március 1-én a Nemzetbiztonsági Szolgálatok napján ezt kiadjuk, és a társadalom tudomására hozzuk. Emellett természetesen mi a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságában is egy zárt ülésen minden évben kétszer beszámolunk a szolgálatok működéséről. Ott nyilván sokkal
sokkal több mindent tudunk mondani, sokkal több konkrét ügyről tudunk beszélni, hisz ez egy zárt ülés és védett keretek között maradnak ezek az információk. Ez azért fontos, hogy a szolgálatok a későbbiekben jól tudjanak működni, azok az információforrások, amik jól működnek, ne kerüljenek veszélybe, azok az emberek, akik ezeket az információkat szerzik, ne kerüljenek veszélybe. Tehát ezek a munkának a szükséges velejárói, hogy bizonyos információkat zártan kell kezelni, de amit lehet, mi igyekszünk a nyilvánosság számára megmutatni. És a Nemzetbiztonsági Hivatal már több mint egy éve az interneten egy honlapot is működtet, ahova oda lehet kattintani, meg lehet ismerni a szervezeti felépítést, feladatokat, illetve lehet levelet írni és válaszolni is szoktak a hivatal munkatársai. Érdekli az embereket, tehát látogatják ezt a honlapot, és ez azért fontos, mert én nem szeretném, hogyha ilyen titokzatosságba lebegnének a szolgálatok. Hát mi szeretnénk megmutatni, hogy mit csinálunk. Ennek van egy olyan oldal, hogy mi is emberek vagyunk, két lába van a szolgálatoknál dolgozóknak, húsfér emberek, tehát nagyon sok mindenbe meg tudjuk mutatni, és meg tudjuk mondani, hogy mit csinálunk. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, bejelentéseiket a 346-0133-as telefonszám üzenetrögzítőjén, illetve a mediaflash@mail.datanet.hu e-mail címre várjuk. Indul a drogszezon? Úgy tűnik, a nyár első napjai nem csak a turista szezon kezdetét, hanem a csempészek vállalkozó kedvének növekedését is jelentik. Az elmúlt két hétben a VPOP munkatársai először egy több 10 millió forint értékű illegális cigarettaszállítmányt foglaltak le. Tovább folytatódott a cigarettacsempészési mizéria. Ebben az évben már 103. eset, hogy a Vámis pénzügyőrség munkatársai cigarettaszállítmányt derítenek föl. A legutolsó esetben a Hegyeshalmi Vámhivatalnál kilépésre jelentkezett egy front honosságú kamion jugoszláv sofőrrel. Az okmányok szerint textil szállítmány volt a kamionban, azonban az alapos vizsgálatnál feltűnt, hogy a vámzárzsinó sérült. Gyanú merült föl, hogy van a textilia mellett más is a kamionban. Ezt az ellenőrzés igazolta, hisz 71 millió forint szokásos külföldi zár- és adójegy nélküli cigaretta volt a szállítmányban elrejtve. Természetesen a Vámis pénzügyőrség ezt lefoglalta, és a sofőr ellen megindította az eljárást. Jelenleg 9 személy van előzetes letartóztatásban cigarettával kapcsolatos csempész tevékenység miatt. Azt, hogy ennek a szállítmánynak van-e magyarországi kapcsolata, kapcsolható-e magyar szervezet bűnözői körökhöz, ezt még jelenleg is vizsgálják a Vámis pénzügyőrség nyomozói. Néhány nappal később a Ferihegyi Vámosok a repülőtér leszállási termináljában egy furcsán viselkedő fiatalemberre lettek figyelmesek. 22 éves magyar állampolgárságú férfi érkezett Ferihegyre Amszterdamon keresztül a Holland Antillákról. Elmondása szerint búvárkodni volt külföldön, azonban, ahogy említettem, a mozgása meg a viselkedése egyértelműen gyanúsá tette őt, ezért egy alapos vizsgálatra került sor, és ebbe az alapos vizsgálatba beletartozott a röntgenvizsgálat is. A röntgenvizsgálat kimutatta, hogy a testében idegen anyagok vannak, akkor még nem tudtuk, hogy mi. Aztán a szakértői vizsgálat kiderítette, hogy 60 darab kokainos kapszulát nyelt le ez a fiatalember. Egyrészt azért volt veszélyes ez a tevékenység, mert hogyha kapszulák megsérültek volna a szervezetbe, vagy más módon, könnyen a csempész halálát is okozhatták volna, másrészt pedig a kábítószer miatt is. Közel 10 millió forint értékű volt ez a kábítószer, amit lefoglaltunk, és természetesen átadtuk a rendőrségnek. Vámkommandó a Dunán. 1996-ban rendszerbe lett állítva 2 darab vámőrhajó. A német vámigazgatástól kerültek a magyar vámigazgatáshoz. Az ENSZ Jugoszláviával szemben életbe léptetett embargójának ellenőrzésére szolgáltak. Remekül megállták a helyüket. Majd az embargós időszak lejártával a vámőrhajók átadásra kerültek a magyar vámigazgatásnak. Megalakítottak egy folyamellenőrzési századot. A század feladatai alapvetően a nemzetközi víziút, az ezen közlekedő hajóforgalom ellenőrzése, mind vám szempontból, mind a nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségek betartása szempontjából, és mind pedig a jövedéki igazgatás által ránk ruházott kötelezettségeknek a megvalósítása. Az ellenőrzések túlnyomó többségében a kikötőkben, lekötőkben történnek. A jogalapja megvan a menet közbeni ellenőrzésnek is, azonban ezt csak kivételes esetekben alkalmazzuk. A folyamellenőrzési század ezen kívül rendelkezik még egy kisebb méretű, egy mobil hajóval, amelyet utánfutón
elhelyezve az ország bármely területén lévő frekventált övezetekbe el tudjuk juttatni. A folyamányosi század három szakaszra tagolódik, és osztja fel a Duna-Magyarországi közel 417 kilométeres nemzetközi vízi útát. A szolgálati helyénk Mohácson, Budapesten, illetve hát Komáromban vannak. A komáromi övezet kiemelt jelentőségű, hiszen Szlovákia és Magyarország között jelentős vízterületen, közel 100 kilométeres területen határként is funkcionál. Az embercsempészet jelentőségét emelném ki, mint a terület specialitása, illetőleg a jövedéki termékekkel, ásványolajokkal kapcsolatos forgalmat. Az innen gázolajat vételező hajók úti célja alapvetően az Európai Unió. A jövedéki termékek, mint magas adókulcssal rendelkező termékek jelentős szerepet játszanak az állami adóbevételek növelésében is. Ezért fokozottan figyelik a kollégák ezeknek a termékeknek a forgalmát. A belterületi szolgálat során több esetben értektetten olyan gázolajjal, illetve más ásványolajjal történt manipulációt, amelyet a menetben lévő hajók és sok esetben tranzit rendeltetési hajók követtek el. Szárazföldre egy előre megbeszélt időpontban és helyen kiadják a vagy az általuk szállított ásványolajterméket, vagy a hajó leltárában szereplő üzemanyag készletet. A folyamellenőrzési század által felderített jogsértések 2000-ben. Csempészet 22 eset 19.200.000 forint értékben. Adó és TB csalás 5 eset 2.350.000 forint értékben. Vámszabálysértés 4 eset 170.000 forint. Devizaszabálysértés 1 eset 10.500 forint. Jövedéki törvénysértések 37 alkalommal, az elkövetési érték 4.250.000 forint, a kiszabott bírság 12.400.000 forint. Hamis áru 14 esetben 20.800.000 forint, vámtörvénysértés 1 esetben 400.000 forint elkövetési értékben. 15 milliós váltságdíj. Egy tartozási ügy állt annak a kínaiak között zajlott emberrablási ügynek a hátterében, amelyre a héten tett pontot a BRFK. 30-án hétfőn a délelőtti órákban a Józsefvárosi piac területéről vittek el egy 32 éves kínai kereskedőt. Egy volt tartozás, illetve egy vélt tartozást próbáltak érvényesíteni. Egy volt és vélt együtt, vagy? Igen, hiszen a váltságdíj kifizetésével ez gyakorlatilag rendeződött. Tehát egy 800.000 forintos tartozása volt ennek a férfinek, és a hitelező ezt próbálta érvényesíteni rajta. 4 honfitársát bízta meg, hogy ezt próbálja meg behajtani, és ennek a következménye lett ez az emberrablás. A sértett elmondása szerint először egy üzleti vacsorára, illetve ebédre invitálták őt, majd itt közölték vele, hogy addig nem mehet el, amíg ki nem fizeti a családja azt az összeget, amit követelnek. Mint említettem, ez 800.000 forintról indul, teljes követelt összeg már 15 millió forint volt. A kínai kolónia önszabályozó, így a rendőrséget a legritkább esetben vonják be vitás ügyeikbe. Ez az aktuális bűnügy kuriózum ebből a szempontból. Csak nagyon végső esetben, illetve kirívó esetben keresik meg a rendőrséget. Leginkább saját berken belül próbálják megoldani ezt. Itt feltétlenül az amiatt fordultak hozzánk, hogy a sértett, illetve az elrabolt férfinek a biztonságát nem látták garantálva. Az akcióosztálynak rövid idő állt rendelkezésre arra, hogy megfelelően megoldja ezt az ügyet. Egy nagyon profi elfogást bonyolítottak le a pénzátadásnál. Ennek a következménye lett, vagy eredménye lett, hogy 3 elkövetőt elfogtunk, illetve sértett kiszabadult. Az itthoni kínai bűnelkövetők jellemzően Kína valamelyik tartományából érkeznek? Hát az eddig ismerté vált kínai elkövetőknek a nagy része Fujian tartományból származik. Mi az oka ennek, hogy pont onnan? Igazából ezt Kínába kéne kutatni, feltétlenül ott akkora szegénység, illetve az az életkörülmény annyira rosszak, hogy nagyobb népesség vándorol ki, és hát ezek egy része kerül ide Magyarországra. Önök a Bűntényt, a Mediaflash bűnügyi magazinját látták.